Jó reggelt kívánok, köszöntöm az ATV nézőit, folytatjuk is a startot. Méghozzá focival fogunk tovább menni. Na nem mi rúgjuk majd a bört itt a stúdióban, én azt maximum csak magamra veszem, hanem ténylegesen a futballról lesz szó, hiszen tegnap Katarban kezdetét vette a futball világbajnokság. Gyorsan mutatunk is önöknek egy térképen, méghozzá Katarról, és hogy hogyan helyezkedik el az a 8 stadion, amit egyébként kifejezetten erre a világbajnokságra épített Katar. Azt látjuk, hogy nagyságrendileg egy ilyen 55 kilométeres körzetről beszélhetünk, tehát rendkívül közel vannak egymáshoz ezek a stadionok, nem kell túl nagy távot megtenniük az ide érkezőknek, de a távolság lenne talán azt gondolom, hogy a legkisebb probléma, ha problémáról lehet beszélni, sokkal inkább az az érdekes ezzel az idei világbajnoksággal kapcsolatban, hogy rendkívül sok botrány előzte meg, és azért még most is vannak olyan sarkalatos kérdések, ami talán egy igazi futballdrukkernek, futballszerető embernek rengeteg kérdést is vet föl, meg nem biztos, hogy jó szájíze lesz ezzel kapcsolatban. A témában köszöntöm, jó reggelt kívánok, Csank Jánost, korábbi szövetségi kapitányt üdvözlöm. És köszöntök mindenkit. Menjünk bele egy kis esélylatolgatásba, mert azt gondolom, hogy a futballszeretők biztos, hogy erre számítanak, és ezt várják most tőlünk, hogy a Franciaország a címvédő, mekkora az esélyük, vagy ki lehet a legnagyobb kihívójuk? Hát elég nehéz most, nem nagyon tudtak felkészülni a csapatok, meg sok sérült van. Még általában ilyenkor van erős sorrend, amit mi úgy elképzelünk, meg szimpátia is van. Nekem például most az európai országok nem különösebben szimpatikusak, lásd csapatkapitány szalag, meg ilyen hülyeségekkel foglalkoznak. Tehát én azért Brazíliát és Argentinát tudom díjazni, eleve szimpatikus játékosok vannak benne, meg a brazilok is kikaptak 7-1-re, mint én annak idején, és ez kicsit így, ez csak tréfa persze, tehát én inkább őket favorizálom, de hát a franciáknál rengeteg játékos van, úgyhogy van sanszuk. Az a kérdés, hogy a németek mit tudnak felvonultatni, az angolok most azért nem annyira jók, de inkább ezt a kettő, illetve három, mert azért a franciák ott vannak. Ezt mondtad, hogy inkább a klasszis csapatok és a klasszikus mérkőzésekre számíthatunk. Hogyha már szóba hozta ezt a csapatkapitányi karszalagot, akkor muszáj is megkérdeznem, és én ugye a botránynál erre is hivatkoztam, hogy többen azért bojkottálják, nem tetszésüket fejezik ki, ugye szivárványos repülővel mentek Katarba, vagy mondjuk a pólójukra ugye festettek mindent, ami az emberi jogok képviseletével kapcsolatos. Ön úgy érzi, hogy ennek egyébként a pályán nincsen helye? Nincs egyébként helye. Már nyilván tudjuk, hogy a sportot meg a politikát azért nem nagyon lehet külön választani. Csak mondjuk a futball ebben a legveszélyesebb, hiszen annak idején Salvador Honduras háborút egy meccs után kitört a háború, sőt szerintem a délszláv háborúnak is az utolsó szikráját ez a Zvezda meccs adta. Tehát itt akkora érzelmek szabadulnak föl, meg annyi, olyan sok ember nézi, és annyi embert érint, hogy tényleg ez egy nagy tömeg és egy hatalmas erő. Tehát én azt, ugyanakkor ezek az országok, pont akiket mondtam, jöhet neki hozzá belgák, hollandok is, ezek nem tisztelnek senkit. Tehát amellett, hogy ők most ezt így, persze én is azt mondom, mindenkinek egyenlő joga van, tehát nincs ez egy probléma, de tisztelni kell azt az országot, ahol vagyok. Most ott, hogyha, akkor nem menjünk oda, akkor mondták volna le a VB-t, de ha akkor bemegyek, akkor nem fogok inni, meg nem csak meg azt, amit hát, neki azt már előbb is nem mondhatták volna akkor, amikor kiderült, hát hogy csalás van a háttérben, és korrupciós okozta végül is azt az eredményt, mi 2010-ben, hogy most Katarban lehet ez a VB. Hogy ön nem mondta le ön szerint egyébként a FIFA azok után, hogy ez kiderült és igazolást nyert? Hát ezt nem tudom. Nem tudom, hogy ez hogy működött. Én nem értettem egyet vele, bevallom férfiasan, eleve kell csinálni jó stadiont, most akkor mi lesz ezekkel, vagy jó, lesz biztos valami, mert azért nagy pénzeket raknak vele, de hát valahol igenis, mert azt a térséget ellátják majd a futballnak, tényleg a gyökereit még jobban megerősítik, de ugyanakkor eleve bele kell nyúlni az egész dologba, ezzel a téli dologgal is, ami most vagy jó, vagy nem, most itt mondunk mindent, egy összességében sérülések, meg anyám tyúkja. Nyáron meg azt, hogy akkor újra kell kezdeni egy kicsit a felkészülést, meg szétszakad. Tehát a VB-ket, EB-ket behelyezni nem könnyű egyébként a hazai bajnokságokban, de be kell.
És ez egyszerű. Most ez azért is mondom, hogy egyszerű, mert itt sírnak, zokognak, ez akkora pénzeket adnak. Ha most csak a Fradinak is, most bejön a játékos, ott Spiller, az itt kapnak egy rakás pénzt. Most gondoljuk, hogy 6-7 ember van, vagy 4 ember, mint van egy ilyen csapatok, hát az is az eleve az a térítés. Plusz a szövetségek, tehát összességében próbálják ezt ellensúlyozni, és itt a pénz belejött. Most a futballban belejött a pénz nagyon, és én nekem az a vélemény, az is változott meg a futball, mert ez a szegény emberek játéka volt. Most azért még egy átlag NB1-es futballista, és amikor a Fradiban voltam edző, 4 hónapig nem volt fizetés. Megnyertük a bajnokságot, az igaz. Most hasonlítsuk össze a kettő dolgot. Most nem, nyilvánvaló, hogy nem ez volt a jó, amit mi csinálunk, sőt, örülök neki. Csak egy kicsit átesett most már ló másik oldalára, a játékosok is már azért nem azok a csóringerek, mint mi voltunk, és egy gazdag embernek másképp jár az agya, tehát jobban megsértődik, meg stb. Jobban elfárad. Úgy érzi, hogy mondjuk nem veszik annyira komolyan esetleg, mondjuk már most ezt a világban? Úgy komolyan veszik, de nekem ez annyira visszás, hogy mit tudom, egy Benzema megsérül most ilyenkor. Mi a túrót lehet csinálni egy héttel a rajt előtt, amivel beleszakad egy játékos? Akkor sétálgasson. Hogyha nincs más, akkor sétálok, üllök a vízben. Na de ilyenkor mondjuk azért az edzők felelőssége is, na, hogy nem, hogy kit milyen mértékben játszhat, mikor hoz le a pályáról. Hát, én azt, 5 csere van, nem értek vele egyet, de hát kitalálták, hogy jó, persze, 30-as keretek vannak a csapatoknál, meg 28-asok, tehát ott ül a játékos, játszon. Ha 3 percet, 5 percet, amellett, hogy a Cristiano Ronaldo-t nem illik becserélni 3 percre, ezt én is azt mondom, hogy ebbe az egybe igaza van, amellett, hogy akkor is ki kell menni a pályára, de tehát most már azért van lehetőség arra, hogy pihentessük. Másrészt meg ezek, amiket most kitaláltak már infrastruktúrákat, mert ilyen jegeskát, meg anyám tyúkja neki, mert mi volt egy meleg víz, az jó, de ugyanakkor ők is futottak, a miénk is futottak. Tehát egy kicsikét átalakult ez az egész, és én úgy érzem, hogy túl lihegik. Hogyha nálunk volt 2 izomsérülés, akkor a Vaslaszival azon gondolkodtam, hogy hogyan túl, mit csinál, mit rontottunk el, hogy izomsérülése van valakinek. Most meg olvasom egyfolytában izomsérülés, vagy nézem a megy edzést, és akkor az Nkunkut agyon rúgta a játékos társa edzésen. Most válaszott edzésen, 2 héttel arra VB előtt agyonrúgom a másikat. Tehát azért vannak olyanok, akik viszont komoly sérülés vagy élethelyzet ellenére is például kiállnak a pályára. Ugye nézzük, ott van Eriksen esete, aki most a dánoknál ott van, és végül is egy szívinfarktust követően lép majd most pályára. Természetesen folytatódott is a pályafutása. Tehát azért vannak nagy nevek, vannak olyan klasszis játékok, Lewandowski-tól kezdve, Dani Alvesig, ugye ott lesz Suárez is, akik ráadásul már abban a korosztályban is vannak, akiknél már azt szokták mondani, hogy ez már idézőben a végjáték. Szóval azért ott vannak a nagy öregek is. Igen. Miben tehetnek ők hozzá ön szerint ehhez a világbajnoksághoz? Hát a futballnak mindig az a lényege, minden csoportsportnak egyébként, hogy a korosztályok legyenek meg, tehát legyenek húzó emberek, és a futballban a Grundnak a lényege is az volt, hogy mindig vezérek voltak. Most a korosztályos képzésben ez egy kicsit eltűnt. Most ők ott vannak, és tök rutinosak, stb. Nagy nevük is van, fejbe is jó fazonok egyébként, és én csípem őket nagyon, pont ezeket a játékosokat, és remélem, hogy azzal a hozzáállással, ami rájuk jellemző, meg rutinnal, meg hát tekintélyük is van, akkor helyes irányba tudják terelni a többieket. Egy pillanatot tekintsünk csak ide a hazai eseményekre, hiszen tegnap játszott a magyar válogatott is, ugye Görögország ellen, ráadásul Dzsudzsák Balázs elköszönt a válogatottságtól egy fél mondatban, ha összegezni nekünk a tegnap látottakat, ezt megköszönöm. Jó levezető mérkőzés volt, annyiból volt szerencsénk, hogy elsült a lába a Kalmár Zsoltnak, és szép volt rúgott, kapus hiba volt egyébként, és oda rúgták, ahol átdőljön, akkor mindenhol vagy kapus, vagy védő hiba, mindig mondják, hogy hát ez sajnos ez hiba. Ön ezt saját bőrén is tapasztalta korábban, gondolom, igaz? Csank János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma reggel, és beszélgettünk a témában.